Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! A Városi Televízió júniusi második adását látják. Mai műsorunkban a főszerep a diákoké. Az elmúlt tanév eseményeiről Lőrinci Albertné iskolaigazgatóval beszélgettünk. Jártunk a helyi szakközépiskolában, ahol Papp Gyula igazgató úr tájékoztatott bennünket a szóbeli érettségi vizsgákról és más egyéb információkról. A mese után sport összeállítást láthattak, amelyben az iskolai sportnapról adunk összefoglalót. Most következik az esti mese. Gyerekek, jó szórakozást kívánok! Június 13-a. Itthon játszott utolsó mérkőzésüket 1-1-es döntetlennel fejezték be focistáink a megyei első osztályban. A kék-fehér mezes Szederkény a lista 11. helyezettje, a pétváradiak a 12. helyen zárják a bajnokságot. A hazai gólt sikerült kamerenkkal is elcsípni, ezt azért hangsúlyozom, hiszen nagyon ritka pillanat az, amikor kameránkkal tényleg el tudjuk csípni ezeket a gólokat. Nagy sikerrel rendezte az általános iskola idei sportnapját. A legnagyobb sikert a tanár-diák mérkőzések aratták, hiszen itt mindenki bizonyítani akart. De én tovább nem is kommentálom az eseményeket, tegyék ezt helyettem a sportszakértői, úgy, mint például következő riportunkban Gelencsér János. Évről évre megrendezitek az iskolai sportnapokat. Én tanúsíthatom nagyon jó hangulatban, nagy lelkesedéssel. Miben volt más a tavalyitól? Vagy talán hasonló esetleg? Igen, hát ez a sportnap, ez általában a kihívás napján szokott lezajlani. Most az utóbbi években a Pécsvárad nem nevezett mindig a kihívás napjára, ezért inkább a tanév utolsó hetére helyeztük ezt a sportnapot.
Minden évben hagyomány, általában osztálybajnokságok zajlanak le, és egyéni számok is. Hát a gyerekek nagyon szeretik, jutalmakat is kapnak, csokoládé és a többi. És két helyszínen szoktuk szervezni, a sportcsarnokba és a sportpályán. Az idei sportnap sajnos egy kicsit az időjárás miatt nem az előre megtervezett program szerint zajlott, de így is sikerült végrehajtanunk a mérkőzések sorozatát, illetve sikerült egyéni számokban is eredményt elérni. A sportnappal kapcsolatban ebben az évben annyi volt a fejlődés, hogy már két napra tudtuk helyezni, ugyanis nagy hagyománya volt ott az utóbbi években a tanár-diák mérkőzéseknek, amelyek most a sportnap mellett zajlottak egy másik napon, több idő és nagyobb szurkolótábor mellett. Ekkor történt a díjátadás is, az idei évben vezettük be, hogy a kiváló sportolóknak, akik 8-ban elbúcsúznak iskolánktól, külön díjakat adunk, és most nőtt fel egy olyan generáció, most lettek 8-osok azok a labdarúgóink és kézilabdásaink, akik 4 évvel ezelőtt kezdték el testnevelőikkel az aktív sportolást, és nagyon sok versenyen vettek részt. Elmondható az, hogy az utóbbi két sportág indult látványos fejlődésnek az utóbbi időszakban? Vagy van esetleg más terület is? Hát a kézilabdában mindenképpen Czakó Rita és Sarlósi Adrien vezetésével most már több korcsoportban rendszeresen indulunk kupákon és bajnokságokon. És a labdarúgás is az utóbbi években kibővült, külső edzők, tehát úgy nem iskolai testnevelők segítségével, mint például Fullér Tibor, akik besegítenek a különböző korcsoportok edzéseibe, és most már elsőtől a serdülőig, illetve az ifjig felépült ez. Természetesen nagyon sokat kell még ezen csiszolni, népszerűsíteni kell, még nagyobb bázist kell a gyerekek körébe összehozni, és hát a szülői támogatást is jobban kell igénybe venni, illetve hát az ülőket kell aktivizálni még. Sajnos minden versenyt nem tudtunk felvenni, ilyen például a különböző stafétajátékok, ügyességi versenyek, de a nagy sikerű tanár-diák mérkőzésekből tudunk mutatni néhány részletet. Először következik a női kézilabda. A kolléganák igencsak megfeszített tempóba küzdöttek. Milyen kézilabdásoknak bizonyultak itt ma a lányokkal szemben, hiszen azért ők rendszeresen járnak a kicsik edzésre. Nagyon lelkesek, ügyesek, látszik rajtuk a sportolói múlt. Talán, hogyha a munka mellett fel lehetett volna eleveníteni esetleg itt néhány edzésen a tudásukat, akkor talán szorosabb lenne az eredmény. Így sajnos a diákok vezetnek ugye. Tervezitek esetleg, hogy ez hagyomány lesz, és feláll egy tanárcsapat, vagy pedig csak évente, amikor megrendezitek ezeket a sportnapokat? Ez sajnos csak a sportnapokra szorítkozik ez a dolog, ugye ez hagyományá vált a tanárdiák mérkőzésnek, ugye mindig nagy a hangulat, gyerekek szurkolnak, ugye mindannyian itt vannak, úgyhogy ez egy nagyon jó hagyomány, ez a kézilabda mérkőzés. A labdarúgásban a fiúkat láthattuk, akik 2-2-es döntetlent értek el.
voltak a gyerekek itt a mérkőzések előtt? Az iskola vezetősége úgy döntött, hogy ettől a tanévtől a nyolcadikos, búcsúzó nyolcadikosok a kiemelkedő sportmunkáért egy emlékplakettet kapnak. A kézilabdás lányaink az utolsó kupa meccsükön kaptak egy szép csoportvirágot, a fiúk pedig, akik nagyon szép eredményeket értek el atlétikában, mezei futásban és labdarúgásban, egy a kiemelkedő sportoló emlékplakettet kapták meg. Öt tanuló, Tornai Gábor, Dénes Sándor, Dénes Gábor, Cser Csaba és Szederkényi Máté érdemelte ezt ki ebben az évben. Kosárlabdában itt már vegyes felállásban a diákok nagyon jól szerepeltek, legalábbis a felvételeken ez látszik. Természetesen a gyerekek egymással is mérkőztek, hiszen ez a két nap csak a sportról szólt. Felvételeinken a nyolcadikosok kosárlabdáznak. Az Életre való pluszjátékban ismét részt vett az általános iskola 5. osztálya. Osztályfőnökük Galambos Jenőné, Éva néni segítségével jutottak el az utolsó fordulóig, de elegendő pontszám hiányában itt már nem indulhattak. Riporton kívül az osztályfőnök elmondta, hogy 1030 csapat közül 500 jutott a harmadik fordulóba, 15 csapat pedig az országos döntőbe. A versenyzést nehezítette, hogy menet közben nem kaptak visszajelzést pontszámaikról, így nem tudták ellenőrizni addig elért teljesítményüket. Emlékül viszont a gyerekek monopolitársas játékot, kulcstartókat, toltartókat, az osztályfőnök pedig egy értékes könyvet kapott. Milyen versenyről van szó? Azt tudom, hogy láttalak benneteket, jöttetek, mentetek, szervezkedtetek. Most mondjuk el a nézőknek, hogy milyen versenyről van szó,
és hogy bukkantatok rá? Tehát ki az, aki meghirdette, és aztán ti hogy szereztétek meg a további információkat? Hát szeptemberben küldték meg a felhívást, ez tartalmazta az első feladatot, hogy keressük ki a város és környezetének híres emberét. Várj! Most először azt mondd el, hogy ki küldte ezt a felhívást, jó? Tehát pontosan mi a neve ennek a vetélkedő sorozatnak? Dr. Somodi Imre, a Farmamit üzemvezetője küldte ezt a feladatot, és az egészségét, a sportot és a közéletet kellett tanulmányozni. Tehát minden iskola megkapta ezeket a felhívásokat, és akinek kedve volt rá, jelentkezett, és aztán elindultatok a versenyen? Nem, mert csak az 5.-6. osztályosok szerepelhetek benne, és mindegyik iskola megkapta. Na, akkor meséljetek arról, hogy mik voltak az érdekesebb feladatok, mivel kezdtétek talán? Hát például a bicikli túra megszervezése, akkor riportokat készíteni, akkor túráztunk, hát meg csomó ilyen érdekes dolog. Ó, engem a riportkészítés, ez engem nagyon érdekel. Hogy történt, mi volt ennek a riportkészítésnek a lényege? Ki volt a riportalany, és hogy történt az egész? Hát Töttő Sándorral készítettünk riportot, és az volt a feladat, hogy a mi híres emberünk, és hát ezért kellett riportot készíteni. Mit kérdeztetek tőle? Hát, hogy ő szerinte ki az életre való, akkor... A kérdések összeállításában ki segített nektek? Az Évanéni, az osztályfőnökünk. Galambos Jenőné. Balázs, volt itt egy ilyen kerékpár verseny, vagy ügyességi verseny, minek neveznénk egy kicsit? Erről beszélj nekünk, mert mi ugyan a nézőket erről tájékoztattuk meg, látták is az adásainkban, de hát azt nem tudják, hogy előkészületek mik voltak, ki segített a szervezésben. Hát előkészületek azok voltak, hogy először is támogatókat kerestünk a bicikli versenyre, és hát ezt magunk az osztály szerveztük, és ahova betértünk boltokba, ott ajándékokat is kaptunk, és hát ez a versenynek a segítségére van én is segített osztályfőnökünk, és ez is hát ez egy ügyességi verseny volt, ami sok ajándékot is nyerhettek a gyerekek. Ki bonyolította, ki segített nektek ezekben az ügyességi versenyek szakszerű lebonyolításában? Mi? Hát a Linkanti bácsi volt egyszer, ugye? És én jól emlékszem, apukád is segített, ugye? Hát végül is igen, kicsit. Mondhatjuk azt, hogy a szülők is besegítettek, ugye? Azt is tudjuk, hogy helyi vállalkozók, boltokba ide-oda bementetek és díjakat kaptatok. Ezeket szétosztottátok, ugye? No, keressünk még valami érdekes feladatot. Mi volt? Hát például nagyon sok fogalmazást kellett írni. Például egy kisfiú, aki elmenekült az országából, és hogy hogyan kellett beilleszkedni az osztályba. Hogy mindenhonnan kiszorították, kiközösítették, és utána végül is az osztályfőnök segített beilleszkedni nekik, meg a szülők. Miért indultatok ezen a versenyen? Számítottatok valamire, reméltétek, hogy nyertek. Azt is említsük meg, hogy tulajdonképpen ti már a végén nem kerültetek ugye a döntőbe. Tehát végig teljesítettetek mindent. Mi volt a menete? Hogy tartottátok a kapcsolatot a céggel? Hát úgy, hogy tavaly a 6. ások nagyon sikeres helyezést értek el. Ők lettek az elsők, nagyon nagy nyereményt kaptak, és ez buzdított minket nagyon sok mindenre, hogy bejussunk. De hát a végén nem jutottunk be. Bizonyára nem szomorkodtok, ugyanígy megmarad ez a lelkesedésetek, és én biztos vagyok benne, hogy ti fogtok még más egyéb ilyet is keresni, ugye? Köszi! Másfél éve folyik oktatás Pécsváradon Góliát gyermek labdarúgás elnevezéssel. A srácok igazán lelkesednek a labdáért, és edzőjükért, Pullér Tiborért és Kajos Árpádért. Ez a mai nap több szempontból is különösnek, különlegesnek bizonyul. Az egyik fő szempont az, hogy ugye vége van a bajnokságnak, még ilyen kiskorban is, és
Ezután az edzés után egy kis ünnepségre kerül sor. Mi fog itt történni? Hát egy év eltellett, közel másfél éve foglalkozom a srácokkal. Egy bajnokságban neveztünk, a Góliát McDonald's bajnokságba. Vége van, kis díjkiosztó lesz, hát a legjobb játékos mindenképpen, a gólkirály mindenképpen külön jutalmat fog kapni, és mindenki valami csekélységet fog mellé kapni. Emléklap, meg baseball sapka, meg ilyesmi, meg még egy kis kaja lesz. Vasárnap hova készültök? Vasárnap megyünk Komlóra, egy ilyen villámtorna, 8 csapatos lesz, és hát ilyen, úgy lehet mondani, hogy az első 3 helyezett kap csak valami ajándékot, vagy jutalmat, a srácok kicsit eljátszanak, délelőtt indulunk, egész 2-ig betart, úgyhogy kicsit el fog húzódni a srácoknak ez a torna. A bajnokságból van még egy mérkőzésetek, ha jól tudom, ugye? Hát elvileg lenne egy mérkőzésünk, a Harkány jönne ide, de ők olyan partnerek, vagyis hát nem is azt mondom, hogy partnerek, mert egyszerűen nem lehet őket utolérni, és nem tudjuk lejátszani ezt a meccset. Én a szövetség felé már ezt jeleztem. Úgy néz ki, hogy ezt a 3 pontot megkapjuk, valószínű, mivel a Harkány nem hajlandó ide eljönni, és így hát ennyivel több pontunk lesz majd. Ha már itt egy kicsit a technikai nehézségeket említetted, milyen keretek közt jött létre ez a Góliát foci? Hát ez már több éven keresztül ment a Pécs és Pécs környéke, és amikor Spágli József lett a sportköri elnök, akkor ezt szíveügyének tekinti, hogy a kicsikkel is el kell kezdeni játszani. És hát tavaly februárban kezdtem el én foglalkozni velük az elnök úr kérésére, és mindjárt be is neveztek minket a bajnokságba, úgyhogy a szegény gyerekek az első bajnokin kaptak egy mélytányéra, mert azt se tudták, mi a pálya, meg mi a labda. De mondhatom azt, hogy a bajnokság végére azért már egész szép eredményeket is elértek. Úgy összességében mik a tapasztalatok az életednek ezen szakaszában, hova teszed most ezt a bizonyos időszakot? Hát ezt mindenképpen fontos dolog, hiszen én már voltam egyszer régebben 4 éves edülő edző, csak akkor más problémák miatt abba kellett hagynom. Hát most elkezdtem megint, hát biztatott a család is, mert mindenki, hogy csináljam azért. Hát örülök nekik, mert imádom a srácokat, mert most ehhez hozzátartozik, nem tudom mennyire aktuális, de nekem 2 lányom van, sokan tudják, és azért fiúk fotballoznak, úgyhogy imádom a srácokat. Hát amíg bírom, időm van rá, energiám van rá, akkor fogom csinálni, úgyhogy ennyi. A gólkirály Szabó János lett. A legjobb játékos címet Tóth Adrián nyerte el. Ezen kívül emléklapot és baseball sapkát vehetett át minden játékos. A megyei öregfiúk Sás csapatával mérkőztek az elmúlt szombaton. Az ödmezes hazaiak 6-4-es győzelmet arattak. A fél éves értékelést Fuchs János csapatkapitánytól halljuk. Nem tudom, mennyire vagy még a meccs hatása alatt. Volt egy olyan pillanat, amikor a sásdiak majdnem, hogy kiegyenlítettek. Igen, 4-0-ra vezettünk, és nagyon könnyelműen vettük már az utolsó 20 percet, és ezáltal fölhoztuk őket. 5-4-re följöttek, és utána rúgtunk egy szerencsés gólt, és akkor így lett 6-4 az eredmény. Nem tudom, az vitatható volt itt az a lesgyanús gól. Hát igen,
ezt a sárgyak nagyon fájlalják ezt a gólt, de szerintem nem volt les, mert a bíró meg a partjelző ott volt, és megadták szabályos gólt. Ilyen bármelyik meccsen előfordul, úgyhogy ezért nem kell reklamálni. Ez egy örökfiúk mérkőzés, és sajnos ezek a fiatal játékvezetők, akik most kezdik a pályájukat, és ilyen dolgok becsúsznak. Hogyha les volt, vagy nem, én nem láttam lesnek, az biztos. Fizikailag egy kicsikét a végére talán elfáradtatok. Igen. Most ez már sok nekünk, mert hétfőn még kispályázunk. Most hála Istennek annak is hétfőn vége lesz. Hétfőn, csütörtökön, szombaton. És végül is ez egy öreg fiúk csapat. Már mindenki nem bírja annyira a hajtást, ahogy kellene. A bajnokság végére általában el szoktunk egy kicsit fáradni. Most majd könnyebb meccsek lesznek, nem lesznek minden szombaton meccsek, ilyen vendégjáték lesz. Ma úgy hallottam, hogy akarnak a daróciak jönni, meg Véminre kellene mennünk egy meccset játszani, de azok már tényleg barátságos mérkőzések lennek. Ott már nem kell annyira izgulni, pontokért játszani. Itt úgy érzem, most a harmadik helyet a fél évben, mert most ez egy fél év, a harmadik helyet most megfogtuk. Hát lehetünk volna egy kicsit előrébre is, hogyha egy-két hazai meccset még megnyerünk. Milyen eredmények születtek? Úgy értem, hogy vannak-e legjobb játékosok, góllövők? Ezeket már lehet tudni? Igen, igen. Hát a góllövő a Fuller Tibor, aki Holt versenyben a Toma Árpival vezeti a góllövő listát, de azt hiszem, ma nem is rugott a Tibi gólt, úgyhogy ugyanott fog maradni, de most a Kajos Árpi rugott ma 4-et, úgyhogy ő föl fog jönni oda a 12-13. Góljával a második helyre. Köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Országszerte 19-én zárták kapuikat az általános iskolák. Pécsváradon is elballagtak a nyolcadikosok, és elbúcsúztak tanáraiktól. Számos verseny, kiállítás és egyéb megmérettetés áll mögöttük. Lőrinci Albert névvel készült összefoglalónkban az elmúlt év eseményeiről hallhatnak ismertetőt, bemutatjuk a rajzkiállítás képeit, melyet Kárász Rózsa szervezett, a polgármester úr fogadásán készült beszélgetéseket, valamint láthatják a tanévzáró néhány megható pillanatát. Ismét eltelt egy év, minden a megszokott mederben zajlott, elballagtak a gyerekek, a többiek már a következő, illetve most meg a nyára és a következő tanévre készülnek. Mi volt az elmúlt tanévben összegezve újdonság, milyen feladatokat kellett megoldani, megbirkózni ezekkel? Hát, mint minden tanév, azt tudom mondani az 1998-99-es tanévről is, hogy nehéz volt, de nagyon szép. Mondhatom azt nyugodtan, hogy nehéz, de eredményekben gazdag tanévet zártunk. Végül is az általános iskolának van egy alapfeladata, tehát egy jó színvonalú alapozás, felkészítés a továbbtanulásra és az életbe való beilleszkedéshez. Ebben az évben azt mondhatnám, hogy két kiemelt feladat volt a fő feladaton kívül, a számítástechnikai oktatás bevezetése és az elmúlt évben elkészült helyi tantervnek a bevezetése első és hetedik osztályba. Milyen feladatokat rótt ki ez az első és hetedik új tanterve? Hát erre azt tudom válaszolni, hogy első osztályban különös gondot nem jelentett, hiszen újdonság volt az iskola a tanulóknak. Lényegi változás első osztályban nem történt, az óraszámokban volt egy kis változás. Hetedik osztályban lényegi változás történt végül is a történelmi oktatásban, és ez különböző nehézségeket okozott. És valahogy, hát gondolom, hogy a kedves nézők is ezt figyelemmel kísérték, ezeket az országos közleményeket, igazán nem úgy sikeredett a nemzeti alaptanterv bevezetése hetedik osztályba, mint ahogy előre azt eltervezték, úgymond fenn a minisztériumba.
Na most ezt mondhatom is, hogy tulajdonképpen egyfajta korrekció meg is történt, nem évközben, hanem a következő tanévre. Végül is a folyamatos bevezetés mellett döntött az oktatási miniszter, tehát első osztálytól folyamatosan, és hetedik osztályba pedig újra visszatérünk az úgymond a régi tanterv szerinti oktatáshoz. Hát persze azért itt nekünk egy kis bonyodalmat fog jelenteni a következő évben is, de hát ez a feladatunk, és meg fogjuk oldani. A másik újdonság, ugye említed a számítástechnikát, milyen tapasztalatokkal zártátok az évet? Hát a számítástechnikai oktatás bevezetése, ez nagyon kedvező tapasztalatokkal zárult. Persze azt is kell tudni mindenkinek, hogy ha tantárgy a számítástechnika, azért ezt is kell tanulni ugyanúgy, mint a többi tárgyat. Tehát az a nagy lelkesedés egy pár hónap után egy kicsit csökkent, amikor arról volt szó bizonyos tanulóknál, ugye azért tanulni is kell bizonyos ismereteket, de összességében nagyon kedvezőek a tapasztalatok, mert a felső tagozatban minden tanuló, tehát mind a 330 tanuló tanulja a számítástechnikát, és bizony egy jó része tanulóinknak nem jutott volna hozzá a számítógéphez, és nem is ismerte, mert azt gondolom, még a 1999-ben is a családoknak egy kis százaléka rendelkezik számítógéppel, és nem voltak azért a tanulóink tisztában, hogy mit is jelent a mindennapi életben egy számítógép, mondjuk a játszáson kívül. Például az egyik ilyen nagyon kedvező tapasztalatnak mondható, hogy bizony rengetegen kedvet kaptak ehhez, és látják az értelmét, hogy mi is az a számítástechnika, ajándéknak, karácsonyra, húsvétre, születésnapra bizony nagyon sokan kaptak számítógépet, ezt fel is mértük, illetve tartozékokkal hát bővítették a meglévő számítástechnikai parkot. A sokszínűséget bizonyítja ez a rengeteg elismerő oklevél, amit kint láttam a folyosón. Ez is azt bizonyítja, hogy nagyon sokszínű az iskola is, és nagyon eredményesek a diákok és a tanárok. Mely főbb csoportok alakulnak itt ki, és te mit említenél meg legfőképpen a tevékenységek közül? Hát köszönöm szépen az elismerést, nagyon is büszke vagyok az eredményeinkre, és hogy nagyon sikeres volt az év. Első alkalommal fordult elő, hogy városunk polgármestere Zsáli János fogadta az iskolánk tanulóit és a felkészítő tanárokat, hiszen 44 tanulónk érte megyei és országos szinten kiemelkedő eredményt. Ezen az általad említett fogadáson a polgármesteri hivatalban mi is ott jártunk kameránkkal. Mennyire volt ez a találkozás a polgármester úrral újszerű, és a jövőben hogy szeretnétek ezt a kapcsolatot fenntartani? Hát végül is tényleg ez egy újszerű program. Mi már régóta készültünk valamire, és az ötlet tulajdonképpen már régóta megvolt bennem. Hát most valósult ez meg, mert végül is a gyerekeknek a közéletiségét is valahogy vagy a közéletbe való bekapcsolódását is nekünk ezt meg kell teremteni. Most lehetséges, hogy nem biztos, hogy ez lesz a megoldás, vagy ez talán járható út lesz, hogy egy ilyen találkozás a polgármesterrel, bemegyünk a polgármesteri hivatalba. Biztosan, hogy hát egyfajta olyan érzést válthat ki a gyermekekben, hogy hát végül is a Pécsváradnak a sorsáról, nem azt mondom, hogy itt ebbe az épületbe döntenek, de mégiscsak valahogyan kapcsolódik hozzá, hogy esetleg ők is mondjuk bekapcsolódnak, mert ezzel a kiváló eredménnyel is a város életébe bekapcsolódnak, és a városunknak a hírnevét hát viszik megye és ország szerte. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez egy hagyományteremtés legyen, itt a városban, ezt még ki lehet természetesen bővíteni esetleg más intézményekkel, és esetleg a lehetséges, hogy lehet a módon is ezen változtatni. Valamilyen módon elindultunk ezen az úton, és hát remélem, hogy ez tovább fog élni, és hát még, hát hogy mondom, más formában is alakulhat. Ezt még nem látom előre. A köszöntődben arra utaltál, hogy ez a mai nem szokványos találkozás. Miért nem? Hát talán már lehetett volna ilyen találkozás máskor is. Én úgy gondolom, hogy ez, ami ma létrejött, ez
adódott, hogy egy beszélgetés kapcsán az iskola igazgatónőjével beszélgettünk arról, hogy milyen eredményeket érte az iskola ebben az évben évzáróban, hiszen ilyenkor mindenki egy kis összegzést ad a munkájáról, és ennek kapcsán került szóba az, hogy hát igen, sokan értek el megyei országos versenyeken szép eredményeket, és mi történne akkor, ha egyszer a polgármester találkozna ezekkel a diákokkal, és nevelő tanáraikkal, felkészítő tanárjaikkal. És hát ebből alakult az, hogy hát jó, akkor amikor sikerül összehozni az időpontot, jöjjenek el itt az évzárás kapcsán a gyerekek a tanárokkal, és hát nagy örömmel tapasztaltam azt, hogy amit én ilyen 10-20 emberre gondoltam, hogy most itt 60-an jelentünk meg, 40 kiváló kis diák, mindenki a maga helyén megállta, maga módján és maga helyén megállta a helyét, és hát a pedagógusok is, akik felkészítették őket, hiszen egy ilyen versenyre való felkészítés nem kis dolog, sok komoly munkával jár, és hát amit a gyerek elér eredményt, nyilván pedagógusnak is siker. És hát mindjárt ilyenek vagyunk, a diáknak is jó esik a siker, jó esik a pedagógusnak is, az intézménynek is, az iskola igazgatónak is, és én azt mondom, hogy joggal lehetünk büszkénk, mint városi polgárok is azokra a kis csemetékre, akik elérnek országos versenyeken szép eredményeket. Ezzel is elviszik Pécsvád hírét, jó hírét ország más részeibe, és ez öröm lehet minden pécsvádi polgárnak, így nekem is természetesen. Ez egy nagyszerű elismerés ez a mai nap, Kinga. Te miért vagy ma itt? Milyen elismerésben részesülsz? Milyen területen jeleskedtél iskolában? Én egy nyelvtanversenyen vettem részt, megyei szinten. Harmadik lettem. Milyen feladatokat állított eléd? Miket kellett megoldanod ahhoz, hogy egy megyei versenyre eljuthass? Hát elég nehéz feladatok voltak. Például kellett olyat csinálni, hogy milyen feladatokat kellett megoldani, tulajdonképpen igen, nyelvtan feladatokat. Mondj egy konkrét példát, olyan kíváncsiak vagyunk. Például kiegészítések voltak szavakban, hogy hosszú vagy rövid másra hangzó kellett, vagy magánhangzó, mindenféle. Milyen érzés az, hogy találkozhattál a polgármester úrral, és megköszönte a munkátokat és az eredményeteket? Hát nagyon jó érzés. Mit jelent számodra ez a mai nap? Én nagyon boldog vagyok, hiszen két kis gyerekem Csemetén jutott be az országos döntőbe német nyelvből. Ők negyedikesek, de hatodikos korosztályban indultak. Pence Balázs 20. lett 120 gyerekből, és Pajser Péter pedig 3. lett 120 gyerekből. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és boldog vagyok, hogy itt lehetek most. Milyen teljesítmény nyújtottál, amiért most itt lehetsz ezen a mai napon? A Herman Otto országos környezetismereti versenyben első helyezést értem el. Mit jelentett ez a környezetismereti verseny? Mit kellett csinálni? Hát voltak feladatok, és azokat kellett csinálni. Hát nem olyanok, amit tanultunk, hanem egy picit másabbak. A sok-sok rendezvényből ragadjunk egy példát, amelyről természetesen felvételeink is vannak. Ez az a bizonyos rajzkiállítás, amit a Művelődési Házban rendeztetek. Ki rendezte, milyen munkákat láthatunk, és minek a folytatása, hiszen folytatása, gyerekek már régóta jeleskednek ebben a műfajban is. Hát évek óta iskolánk tanulói igen kiváló eredményeket érnek el rajzpályázatokon, mind az alsó tagozatban, mind a felső tagozatban. Most már hagyományá vált, hogy az egyik évben az alsó tagozat mutatkozik be kiállításon a Művelődési Házban, másik évben pedig a felső tagozat. Nos, ebben a tanévben a felső tagozat volt a soros, hogy úgy mondjam. Kárász Rózsa tanárnő, rajztanárnő rendezte a kiállítást. Az 5-8. Évfolyamos tanulóknak a munkáját állítottuk ki, 95 tanuló munkája jelent meg. Itt azt szeretném kiemelni, hogy nem csak azoknak a tanulóknak a munkáját állította ki a tanárnő, akik pályázatokon díjakat nyertek, hanem azokat a tanulókat is, akiket tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk rajzból kimondottan tehetségesek, de annyira ügyesen meg tudták a témát fogalmazni, illetve hát egyfajta képi látásmódot adtak nekünk, hogy gyönyörűek az alkotások. De 10 technikát láthatunk, tehát csodálatos munkák. Úgyhogy hát ez már hagyomány, úgyhogy ezt csak folytatni kell az elkövetkezendő időben is.
sokszínűséget és élményt, tudást, amit itt a gyerekek magukba szívtak. Hol kamatoztatják tovább? Most nézzük itt egy kicsit a konkrét adatokat. Hát reméljük, hogy az itt tanultakat, ismeretanyagot és hát magatartást, meg emberi tartást, amit itt tanultak nálunk, vagy legalábbis remélem, hogy tanultak a továbbiakban, tudják hasznosítani, továbbépíteni. 80 tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait itt nálunk. Hát a továbbtanulásról néhány gondolatot, szám szerinti adatot is. 28 tanuló tanul tovább gimnáziumba, ez a létszám 35%-a, szakközépiskolában 18 tanuló, ez 23%, tehát végül is a tanulóink 58%-a tanul tovább gimnáziumba és szakközépiskolába. A szakmunkás képzőben a tanulók 42%-a, 34 tanuló tovább, tanul tovább. Itt érdekességként szeretném elmondani, hogy említettem az előzőekben, hogy a nyelvoktatásban igen jó eredményeket értünk el, tehát a 80 tanulóból 10 tanuló folytatja német nemzetiségi, illetve tagozatos német osztályba a tanulmányait. Ez nagyon szép számnak mondható. Azon kívül, amit még kiemelnék, két tanulónk a kémia-biológia tagozaton folytatja a tanulmányait, és ami igen kedvező, hogy a 80 tanulóból 21 tanuló a Pécsváradi középiskolában folytatja a tanulmányait. Azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős dolog. Én nagyon örülök nekik, hogy végül is itt maradnak Pécsváradon. Hát én azt gondolom, hogy eddigi tapasztalatok is kedvezőek voltak a továbbtanulást, illetve megállják a tanulóink a helyüket. Sajnos ebben az évben sokan buktak meg, a nyolcadikosok közül is, tehát kettő tanuló, akinek évet is kellene ismételnie. Egyszerűen a tanuláshoz való hozzáállása mind a két tanulónak nem volt megfelelő, hogy finoman fejezzem ki magam, tehát helyettük már abszolút nem tudtuk megtanulni a bizonyos tárgyakat. Hát én remélem, hogy egy kicsit benő a fejük lágya, és talán majd javítani tudnak a helyzetükön. Pedig a választási lehetősége idén mindenkinek sokkal szélesebb körű volt, mint az elmúlt években. A közvéleményben is ismert, hogy minden tanuló három helyet jelölhetett meg, de úgy, hogy három különböző jelentkezési lapon. Volt olyan tanulónk is, akit három helyre felvettek, és azt közül kellett választani. Az utolsó pillanatban sokan nem is tudták, hogy melyiket válasszák a felvett iskolák közül, tehát a jó tanulóknak nagyon szerencsés volt. Úgy gondolom, még a középmezőnynek is. De a gyengébb eredményt elért tanulókat is legalább két helyre felvették, tehát őnekik is volt választási lehetőségük. Sőt, mi több, mivel aránylag azt mondhatom, hogy megbecsült az iskolánk a megyei szinten, még azokat a tanulókat is felvették, akiket fél évben megbuktak. Tehát olyan lehetőséget adtak nekik. Hát néhány tanuló nem tudott ezzel a lehetőséggel élni, hát valahogyan majd korrigálni kell az ő pályájukat is. Igyekszünk azért nekik segíteni. Thank you.
Azt tudjuk, hogy nem csak iskolai igazgatói teendőket látsz el, hanem ugye a képviselőtestületben is munkálkodsz. Ilyenkor viszont, ha eltelik egy év, akkor az ember megáll, elgondolkodik, összegez. Most, amikor látod a gyerekeket virágcsokorral a kezükben elvonulni, mit érzel, mire gondolsz, jól tettem, jól telt el az év, mit fogunk tenni a következőkben? Hát igen, ilyenkor mindig egy kicsit összeszorul a szív, amikor a vége van egy tanévnek. Hát, egyrészt a nyolcadikosok miatt, tehát hogy elhagyják az iskolát, és az ember aggódik értük, és tényleg így van, hogy úgy az ember kicsit dilemmázik, hogy jól tette, mindent megtettünk-e annak érdekébe, hogy a gyerekeket hát segítsük. Természetesen mi se vagyunk tévedhetetlenek. Én azt gondolom, hogy itt, ahogy említetted, hát a képviselői munkámat, én azt gondolom, hogy a testületbe is szívvel, lélekkel a városért meg dolgozom, meg hát természetesen nem tudom magamat ketté szakítani, hát az iskoláért mindent nyilvánvaló, mert ugye az embernek az iskolája, hát én sajátomnak tekintem. Én azt gondolom, hogy a tantestület nagyon jó munkát végzett, igyekeztünk a tőlünk telhetőt mindent megtenni, persze mindig van javítani való, természetesen ilyen nincs. Mindig lehet a jót még jobban csinálni, és hát mi ezt szeretnénk. Középiskolai érettségi. A második Béla középiskolában a hét első napján kezdődtek meg a szóbeli érettségi vizsgák. Néhány izgatott diákkal mi is találkoztunk a folyosón, mielőtt Papp Gyula igazgatóval beszélgettünk az érettségi menetéről. A mai napon, 21-én folynak itt a gimnáziumban az érettségi szóbeli vizsgák. Az eddigi tapasztalatok azok most mit mutatnak jelenleg? Ugye most azt tudjuk, hogy még nem ment le az összes gyerek. Igen, az érettségi vizsga létszám függvényébe kétnapos, és a mai napon 12 tanuló vizsgázik. Az első kör volt a legnehezebb, mert ott néhányan voltak, akiknek pótolni kellett matematikából, illetőleg magyar nyelvtanból. Most ezen túl vagyunk, és hát a délután már gyorsabban fog pörögni, és reméljük, hogy eredményesebb is lesz majd. Mindenmire számítottunk, hát igazából eredményt még nem tudok, hiszen akkor várjuk hivatalosra, hogy az osztályzó értekezlet azt eldönti. Ebből a gimnázium osztályból mindenki érettségizik? Természetesen, hiszen a 4 évhez hozzátartozik az érettségi. Milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni? Az érettségi vizsga az ugyanúgy Pécsváradon, mint a Lővei gimnázium, vagy bárhol máshol a törvényben előírtak. Tehát attól eltérni nem térhetünk el. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből kell kötelező jelleggel. És a többi tantárgyakból pedig lenne, hát egy kötelezően választható nyelvből kell érettségi vizsgát tenni. Ezen túlmenően, hogyha a tanuló úgy gondolja, másból is tehet, amennyiben legalább 2 évig heti 2 órában tanult azt a nyelvet, amiről hát úgy gondolja, hogy tenne érettségit belőle. Ezzel párhuzamosan, mármint az érettségivel folyik a szakmunkás vizsga. Itt milyen eredmények vannak, illetve hát mostani állás szerint mi történik a gyerekekkel? Valóban így van, hogy kénytelenek vagyunk együtt csinálni az érettségit a szakmunkás vizsgákkal, mert a tanév kitolódott egy héttel, ugye június 18-áig voltunk kénytelenek tanítani, bár az utolsó hétnek a teljesítményéről nem azt mondom, hogy megoszlanak a vélemények, egyértelmű, hogy szinte teljesen fölösleges volt. És mi már abban a hétben is betettünk egy szakmunkás vizsgátot, 30 húsfeldolgozó tanuló vizsgázott eredményesen, tehát ott nem volt bukás. Ma és holnap az országos képzési jegyzék szerinti PÉK szakmába, ma gyakorlat van holnap szóbeli, és szerdán csütörtökön pedig ellen a sütő szakmába szintén 29 fő fog szakmunkás vizsgát tenni. Gyakorlatai túl az Aranycipó Kft-nél, és az elméleti vizsgák pedig itt mi nálunk. Ebben az évben egy újfajta felvételi rendszer indult el. Gondolok itt arra, hogy 3 jelentkezési lapot lehetett elküldeni a különböző iskolák felé. Okozott ez némi bonyodalmat, a tapasztalatok a többi iskoláknál az, hogy igen, itt mi volt ezzel kapcsolatos észrevétel? Hát ebben se különbözik Pécsvárad a többi pécsi középiskolától, mert hát nem tudom, ma van 21, ugye?
De még nem tudom, hogy hány tanulóm lesz. Elsős tanulóm lesz nekem szeptember 1-én. Ez igazából majd csak a beiratkozásnál fog olyan 95%-ba eldőlni, hogy melyik az a szülő, aki tartja magát az aláírásához, és idehozza a gyermekét, vagy melyik az a szülő, aki pécsváradi, de aláírt mondjuk egy kereskedelmének, vagy egy nem tudom milyen másik 9. osztálynak, és közben eszébe jutott, hogy milyen jó lenne a gyermekemet magam mellett tudni még 2 évig, ugye, ha esetleg szakmára készül, nem kell utazni, nem kell bérletet költeni, és így tovább, és azok még esetleg idehozzák a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy egy rendkívüli bizonytalanságot hozott a elsősorban vidéki középiskolák életébe ez a beiskolázás, amit a jövő évi tervekkel, hogy úgy mondjam, még megtetéznek majd. Nem mondom el, hogy mi ez, mert hosszadalmas lesz, biztos, hogy sort fog keríteni rá a Városi Televízió, mikor eljön ennek az ideje, hogy tájékoztassuk majd a 8-osokat, a szülőket, mert itt rajtuk egy hatalmas felelősség lesz, a mostaninak a többszöröse, hogy hova küldik a gyermeküket, illetőleg hát milyen papírokat kell majd kiállítani ahhoz, hogy tovább tanuljanak. Tehát a többi iskoláknak a véleményét tudom megerősíteni, hogy ez rosszabb, mint volt. Van-e olyan közérdekű információ ezen kívül még, amit el szeretném mondani? És itt gondolok arra, hogy a jövő évben esetleg lesz valami változás, valami újítás itt az iskolán belül. Hát a jövő évben már, mint ami most indul 99. szeptemberében, ott nem lehet újítás, hiszen már az elmúlt év, október év le kellett nekünk adni, hogy mibe szeretnénk újítani. Hát amiben majd 2000. szeptemberben újítunk, és szeretnénk újítani, ez, hogy mi is bekapcsolódunk egy picit a kereskedelmi jellegű képzésekbe, rendkívül nagy igény mutatkozik, most nem a tanulók részéről mondom, hanem fordítva, munkahely részéről a húsbolti eladó szakmára. Tehát a Metro, a Mecsekfűszért, a többi multinacionális cég megkeresett bennünket, hogy nem tudunk ilyen szakmát adni, végzettségét adni ő nekik, és hát mondtam, hogy nem, hanem itt van hentes, Pécsen van kereskedő. Na most a hentes nem tud mit kezdeni a pénztárgéppel, hogy úgy mondjam, de ismeri, hogy milyen hús, meg hogy kell szeletelni, hogy kell kirakni. A kereskedő ezt tud bánni a pénztárgéppel, de ha kérnek tőle 1 kiló felsát, akkor nem biztos, hogy ahhoz nyúl, amihez kellene. Tehát ezt 2000-től szeretnénk indítani, ezt a húsbolti eladót. Maradunk a 2 fakultációs gimnázium osztálynál, a rendvédelminél és a határrendésznél. Maradunk a 9. húsfeldolgozó és sütő orientáltság osztálynál, tehát ami a szakképzőre erőkészít, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ide várjuk a pécsvárad és a környékbeli tanulókat, mert még 2 évig akkor a szülői a család közelében van tanuló, és 10. osztály után oda megy, ahova akar, ha nem akar itt maradni, akkor nem marad itt, akkor még mindig mehet tovább. Tehát ezt próbálnánk, a szakképző évfolyam pedig, aki a 10. osztályt teljesítette, hát azokat a húsfeldolgozó és a pék szakmába várjuk majd. Beiratkozáshoz 28-án és 29-én lesz reggel 8-tól 12 óráig itt az iskolába, a tankönyvosztás pedig le majd augusztus végén, hát erről meg fog jelenni majd gondolom hírmondóba, vagy pedig len a textbe, hogy mindenki pontosan el tudja jönni a tankönyvekért. Az új tanulóknak kell magukkal valamilyen papírt, okmányt hozni? Ezt a kiértesítésre mindenkinek ráírtuk, természetesen személyigazolvánnyal igazolnia kell magát, TB kártyáját kell hozni, a tajszámot kell, hogy ismerjük a fölvételnél, aztán bizonyos kulturális alapot kell befizetni, kimerem mondani, mert nálunk ez a kulturális alap 2500 forint, szemben mondjuk a lőveinek a 5-7000 forintjával, vagy a babicséval. Aztán ebbe a 2500 benne van a sportkredítől kezdve minden, más különösebbet nem kell hozni a tanulónak, beírásra kerül, és akkor augusztusban átveszi a tankönyveket. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, ez eltöltés biztos, tehát szeptember 1-én. Nemrégiben alakult meg a Baranyai Várak és Várbaráti Körök Egyesülete. A tervekről és a szervezet létrejöttéről beszélgettünk Gálos Orsolyával. Milyen céllal jött létre nemrégiben ez az egyesület? A Pécsváradi Vár volt a helyszíne június 7-én a Baranya megyei Várak Várbaráti Körök Egyesületének a megszületésének, itt alakult meg. A megyei közgyűlés alelnöke Bokor Béla indítványozta ezt az egyesület alakulást. Egyébként is kapcsolatban állunk, és tudunk egymásról személy szerint is, meg kirándulásainkon is fölkeressük egymás várait, de indokolt ez a közös fellépés azért is, mivel a Baranya megyei közgyűlés nagyon hosszú idő után, talán
több mint 10 év után tűzi napirendre a megye műemlékeinek a helyzetét. És ezt vizsgálva arra megállapításra jutottak, hogy e műemlékek közül a legjelesebbek a baronyai várak. Ugye ezek többje, így a pécsváradi is országos ismertségű, sőt nemzetközi ismertségű, és gondolkodnunk kell, foglalkoznunk kell a váraink sorsával. Akkor is, ha ezek között a pécsváradi vár most egy irigyelt helyet foglal el, mint egy 10 éve, de tudjuk jól, hogy gondokat és feladatokat is jelent a pécsváradi vár, a többiről nem is beszélve. Ezért tehát egyesületet alakítottunk, mint egy 20 alapító taggal. Pécsváradról a pécsváradi várbaráti kör, és Zsáli János polgármester személyében Pécsvárad önkormányzata lett tagja ennek az egyesületnek. És az a cél, hogy együtt lépjünk fel érdekképviseleti szervként természetesen. Célunk, hogy gondoskodjunk, foglalkozzunk a várak megóvásával, üzemeltetésének kérdésével. Jó gazdát találjunk erre a célra. És ennek a feladatsornak, amit egy váregyüttes jelent, megnyerjük, mozgósítsuk-e feladatokra a kincstárat, a megyei közgyűlést, az országos műemlékvédelmi hivatalt, illetve hát mindenkit, aki megszólítható ebben az ügyben. Most azt tudjuk, hogy itt a helyi várbaráti kör igen jelentős érvekkel bírt már eddig is, ahhoz, hogy meg hát gyakorlatban is tettekkel is, hogy a vár szépüljön és más egyéb emlékeit is megőrizzük. A többi, a megyében a többi vár helyzete most akár összehasonlítva a miénkkel, jobb, rosszabb, milyen állapotban vannak? A várbaráti kör mellett el kell mondani, hogy maga a város önkormányzata is magáinak érezte. 1996-ban tudjuk, milyen nagy áldozatot vállalt, sajnos pont egy megyei közgyűlési határozatra a pécsváradi önkormányzat, és ez folyamatos máig is. Tehát a vár gondozása, karbantartása és a gazda megtalálása ügyében. A többi várat, illetve Pécsváradot is a kincstár meg fogja hirdetni az üzemeltetését. Tehát erre várnak a várak, tulajdonképpen Pécsvárad is, hogy papírforma szerint is akkor meglegyen az, hogy kinek nevezetesen az önkormányzatnak a feladata, maga az üzemeltetés. A várak helyzete, mondtam, hogy Pécsváradé a legkedvezőbb, nagyon változó, teljes felújításra szorulnak tulajdonképpen olyan nagyon ismert várak, mint Szigetvár és Siklós is. Nagyon sok probléma van, ez egy nagyon komplex, tehát ez nem egy szálloda probléma, ez nem egy múzeum probléma, ez nem egy vendéglő probléma, egy vár az mindig egy komplex turisztikai, kulturális, történelmi, nemzeti örökség, és hát Pécsvárad különösen, és jó, hogy az államalapítás milleniumával ennyire előtérbe is figyelem középpontjába kerül. Ugye most a megyei közgyűlésen fogják tárgyalni ezeket a dolgokat, ezt említetted. Mi várható előreláthatólag? Ott lesznek a képviselők, vagy pedig már egy előzetes megbeszélés volt ezzel kapcsolatosan? Személy szerint elő kell terjesztenem ennek a megalakulásnak és ennek az egész programnak a tervezetét, és az egyesületünknek meg kell szólítani a képviselőket, és ezen fogok fáradozni, hogy ennek a feladatnak a komplexitásával szembesítsem őket, és mozgósítani tudjam ez ügyben. Még mindig meg kell nyerni embereket az ügy érdekében, vagy pedig jó úton halad? Ugye, amint említettem, az a probléma, hogy van, aki csak egy turisztikai, van, aki csak egy vendéglőnek, netán egy kocsmának nézi azt a várat, van, aki nem tud mit kezdeni a kövekkel, van, aki pusztán ide. Tehát a vár az mindig több.
tehát egy szigetvári Zrínyi vár, az mindig több, mint az a néhány fal. Az jelent egy olyan nemzeti emlékhelyet, amelyet egész Közép-Európában ismernek. Tehát egy nagyon komplex ügy egy vár, és hát én mindig zavar az a kifejezés, hogy üzemeltetés, meg gazda. Tehát szóval ez nem egy olyan vállalkozás, mint egy üzlet, mint amikor valakinek van, hát valamennyien foglalkozunk vállalkozásokkal, de itt soha nem lehet úgy mérni a hasznot, mondjuk, mintha valaki sörkiméréssel foglalkozik. Hát talán ezt talán tudjuk is. Végezetül talán akkor itt kik azok, akik az Egyesületben ezeket a történelmi emlékeket őrzik és védik, kik az Egyesület tagjai? Hát ugye úgymond fő és legismertebb baranyai várak, mint a Siklósi várbaráti kör, a Szigetvári várbaráti kör, ők a legrégebbi, több évtizede fennálló partnereink, a saját egyesületünk. Itt volt Szászvár, itt volt Mári várának, a Magyar Egregyi Egyesületnek, a Kárászi Egyesületnek, tehát egészen kis és fiatal egyesületeknek a képviselői is, valamint itt volt a kincstár képviselője Kovács László, a Baranya megyei közülés alelnöke Bokor Béla. Az előkészületekben részt vett az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, tehát egy elég komplex társulat jött létre, hogy ezt a nemzeti kincset képviselje. Egy héttel ezelőtt sajnálatos buszbaleset ért néhány általános iskolai tanulót a sikondai táborozásról hazavezető úton. A baleset körülményeiről kérdeztük az iskola igazgatóját. Sajnos az utóbbi időben nagyon sok balesetről, szervezett utasok balesetéről számoltak be a különböző médiák, és ez bennünket sem került el. Mi történt ezekkel a gyerekekkel, Julika? Hát azt szokták mondani, hogy minden jó, ha jó a vége, hát sajnos itt a tanévvel kapcsolatban ez nem így történt. Sokan tudják a Pécsváradon, hogy az utolsó héten a gyerekeink kirándulásokon vettek részt, szinte az egész iskola, és pontosan az utolsó csoportunk, aki 4 napos táborozáson vett részt Orfűn, hazafelé jövett, balesetet szenvedett. Már majdnem hazaértek, tehát a vasasi elágazásnál sajnos kihajtott a busz elé egy pótkocsis kamion, és hát elkerülhetetlen volt szinte az ütközés, de hát a rossz között azért mégis az a jó, hogy a lehető legkisebb sérülést szenvedték a gyerekek. Az 5. A osztály volt táborozáson, Türk Ilona tanárnő vezetésével. Hát végül is a legkomolyabb sérülést mondhatni az, hogy a tanárnő szenvedte, hiszen ő védte gyerekeket, még ő neki köszönhető, hogy így megúsztuk a balesetet. Hát a súlyos sérülést szenvedett gyerek orrcsonttörést szenvedett, és a többieknél pedig most megfigyelés alatt vannak, mert vannak ilyen lappangos sérülések. Hát jó, ezek az ütődések, és ezek majd rendbe jönnek, de azt gondolom, hogy ez egy elég hosszú folyamat lesz. Tehát azért mondhatom azt, hogy súlyos baleset volt, mert az utazási iroda azt mondta, hogy a buszba több millió forintos kár keletkezett, de hát aránylag a sérülések könnyebb lefolyásúak. Szeretném hát elmondani azt, hogy az utazási iroda vezetője személyesen nekem is telefonált, sőt, mi több, még polgármesterünket is felhívta, és úgymond, ugyan nem ők voltak a hibásak, de hát elnézést kért. És szeretném elmondani azt is, hogy oktatási miniszterünk, Pokorni Zoltán személyesen érdeklődött a baleset iránt, és a jó kívánságait fejezte ki, és azt is kérte, hogy közöljük velük a sérülést szenvedett gyerekeknek a névsorát, illetve a tanárnőnek a nevét is, úgyhogy hát a legmesszebben ők csak a köszönetemet tudom kifejezni, ha ez helyes kifejezés, azért egy olyan érzés az embernek, hogy odafigyelnek ránk. Ugye ez egy borzasztó dolog, a gyerek baleset, de mégis úgy érzi az ember, hogy egyszerre csak megszólal a telefon, és az oktatási minisztériumból keresnek. Szóval nagyon meglepődtem, de olyan értelemben örültem, hogy mégiscsak törődnek velünk. Kedves nézőink, mai műsorunk véget ért.
Befejezésül egy amerikai akciófilmet vetítünk, amelynek címe Interceptor. Legközelebb július 15-én jelentkezünk, 16-án pedig ismétléssel. Kérem, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra!